Janival minden rendben van, és Imre Szofiá be, és nem hetesre, hölgyeim és uraim, kedves nézők, hanem most már néhány percet majd ő is biztosan kap. Na hajrá, Szofi! Milyen boldog lehet az édesanyja. Február végén ismét újoncot avatott női kézilabda csapatunk. A Budaörs elleni bajnoki második félidejében Bíró Blankát azaz Imre Szofi váltotta a kapuban, akinek édesanyja a Fradi korábbi legendás játékosa Kőkény Beatrix. Szofi ráadásul több védéssel hálálta meg a lehetőséget. Passzív közben, három passza van már csak a vendégeknek. Kettős, Midlő, és megvan Imre Szofi első védése! Együtt ünnepel a kispad! Imre Szofi! Nagyon jó érzés volt, köszönöm szépen a lehetőséget. Próbáltam minél többet hozzátenni a csapathoz. Nagyon jó segítséget kaptam védekezésbe, szóval nagyon, vagy szerintem egyszerű dolgom is volt ilyen védekezés mögött. És köszönöm, hogy ilyen jól elmentünk, és úgy be tudtak rakni engem. Hallottam, és nagyon jól esett, hogy ilyen nagy örömmel fogadtak. Így most már mindkét Imre gyermek bemutatkozott az NB1-ben. Riportunk forgatásakor Szofi éppen Spanyolország felé repült a junior válogatottal egy nemzetközi tornára, bátyja Bence viszont örömmel nosztalgiázott az első pályára lépéséről a felnőttek között. Neki sokkal nehezebb bekerülni a felnőtt női csapatban, hiszen BL csapat. Amikor én ugye bekerültem a felnőtt férfi kézilabda csapathoz, akkor ugye sok sérültés volt egy ilyen, hát nem mondom, hogy szerencse, mert hát nagyon sok sérült volt, de ott sok fiatallal fel tudtunk kerülni, és ott meg tudtuk ragadni ezt a lehetőséget. Hál' Istennek egyre több szerep hárul rá, tehát nagyjából megfelezi a Bendegúzzal, Bújdosó Bendegúzzal váltótársával a meccseket. Hát Szofinak is megvolt a bemutatkozás, NB1-be örültünk neki, de azért azt kell mondanom, hogy ő még egy BL csapathoz fiatal. Bencénél igen, Szofinál viszont egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy élsportoló lesz. Még nem volt 6 éves, mikor mondta, hogy ő szeretne kézilabdázni, pedig úgy nem erőltettük. Hát persze sokat néztem én a tévében, de neki nagyon tetszett, főleg Perez Carlos, Fazekas Nándi, ők voltak a példaképei, és akkor mondta, hogy akkor szeretne, akkor levittem. Szofinál ez már nem volt ennyire egyértelmű, mert ő egy kicsit olyan művész, kicsit olyan magának való, kicsit olyan egyéni sportoló, mint ahogy végén kiderült, hogy a kapuba kötött ki. De aztán nagyon megszerette a csapatot, amikor lejött. Ugye először mezőnybe próbálkozott, de hát nem lőtt kapura, úgy viszont nehéz akkor kirinni, és akkor beállt a kapuba, és akkor az nagyon megtetszett neki. Őt a társaság tartotta ebbe a sportágba, meg az, hogy barátokat szerzett. Egyszerre kezdtem én a kézilabdát és a labdarúgás, mint minden gyerek kipróbáltam, de igazából ez egy rövid kaland volt, egy éves, csak így óvodában focizgattam. Utána pedig 2013-ban volt egy ilyen, hogy lehet, hogy váltanék, amikor apáik itthon 2013-ban világbajnokságot nyertek, és akkor annyira megtetszett, teltház volt a ma már bokcsarnok, de akkor még szima csarnokban, akkor úgy volt, hogy lehet, hogy apánál elkezdek vívni. El is kezdtem végül, de ő azt mondja, hogy én hagytam abba, én azt mondom mai napig, hogy ezt ő nem akart, annyi mondta, hogy mindig, hogy ügyesebb vagyok a kézilabdában. Úgyhogy végül a kézilabdánál ragadtam, szerencsére. Egyikük sem tagadja, hogy mindig nehéz helyzetben voltak, mert állandóan az édesanyjukhoz és olimpiai ezüstérmes és világbajnok vívó édesapjukhoz, Imre Gézához hasonlították őket. Ezt még felnőttként sem egyszerű kezelni. A Bence mesélte, hogy múltkor vidéki meccsen mondták, hogy hát hiába örülsz, akkor se vagy ugyanolyan, mint anyukád, tehát azért ezeket még szerintem 20 évesen is nehéz megélni, de 10 évesen is már nagyon sok ilyet kapott a lelátóról. Úgyhogy Szofit hál' Istennek annyira nem bántották, úgymond, vagy nem szóltak, de azért mindenhonnan megkapjuk, hogy azért mondjuk azért válogatottak, mert az én gyerekem, meg azért tartanak ott, és ezt nekik nagyon nehéz volt feldolgozni, meg szerintem mai napig is, ha van ilyen, akkor ezt nehéz nekik feldolgozni. Elég okosak most már, és túl tudnak ezen lépni. Úgyhogy, de mi mind a ketten nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy idáig eljutottak, de arra vagyunk a legbüszkébbek, hogy sportolnak. Egy kellemes tehernek mondanám, de azért voltak ilyen időszakok, amikor azért ez egy kicsit nehezebben ment ez a teher dolog, hogy egy kicsit máshogy fogtam föl, azért szeretnék itt lenni, mert magam miatt, mert hogy én úgy teljesítek a pályán, mindent beleadok edzésen, hogy megháláljam ezt a lehetőséget és ezt a bizalmat, hogy én itt lehessek. Ilyenkor nem szeretek vele így látni, mert inkább több izgalmat ad hozzá, és szeretnék minél nyugodtabb lenni a pályán. Ez nem törődik, mert baj.
Ele Gábor persze csak viccelt, de Köke is tisztában van azzal, hogy mikor kell és érdemes tanácsot adnia a gyermekeinek. Bence meg szokta hallgatni, de ő olyan hány éves lehetett? 13, 14, 15 éves, amikor rájöttem, hogy mit szeretnék én tőle, amikor én még pár éve kézilabdáztam, ő meg már majdnem 10 éve, és akkor mindig én ott okosakat mondtam, aztán erről is leszoktam. Tehát elmondok egy-két véleményt, esetleg próbálok valami hibát javítani, de inkább én is dicsérek, és erre buszítom az összes szülőt is. Mind a kettőjüknél leszoktam róla. A Szofi egyébként nem is néz ki ránk soha meccsen, hanem mindig Adri nénire, Filler Adrira, a kapus edzőre néz, és az ő szava szent és érthetetlen. Beszélgettünk szakmai dolgokról, de nem nagyon szeretem kikérni a véleményüket, mert azt gondolom, hogy teljesen más, főleg ugye anya teljesen, ezt mindig elmondom, más kézilabdát játszott annul, mint mi most. Teljesen sokkal gyorsabb szerintem a mi kézilabdánk, ő azt mondja, hogy az övék sokkal kreatívabb volt, szóval nem nagyon szoktunk, de megbeszéljük főleg az egy-egy utazás élményeit, azért azt arról beszámolok nekik. Bence októberben volt 20 éves, míg Szofi nyáron lesz 19 esztendős. Még nagyon fiatalok, de ígéretes jövő vár rájuk. Anyukájuk is ebben bízik. Bencénél talán picit egyszerűbb a helyzet, mert szerintem amióta kézbe vette a kézilabdát, azért elmondhatjuk rá, hogy tehetséges. Szofinál sokkal nehezebb ezt megítélnem, mert fiatal. Azt gondolom, hogy nagyon jó feje van ehhez a sporthoz. Egy picit én úgy gondolom, hogy túl nyugodt, tehát hogy lehetne egy picit vehemensebb, és akkor egy kicsit olyan kiabálós kapus, de hát valószínűleg nem lesz, mert ebbe meg apukáját örökölte ebbe a nagyon nyugodt lényében. Remélem, hogy NB1-ben majd stabilan fog tudni védeni. Bence szerintem odaérhet a válogatottba, remélhetőleg világversenyre ki tud jutni. Szeretném továbbra is itt meghálálni a bizalmat a Ferencvárosban. Még van az utolsó éve, van most a junior válogatottban egy világbajnokság, azt még szeretném a legjobban kihasználni. Nyilván utána nekünk már a felnőtt válogatottság a következő lépcsőfok, de az egy nagyon nagy lépcsőfok, hogy oda kerüljön az ember, de hát nyilván azt gondolom, hogy mindenkinek egy álma egy felnőtt világverseny, de annak is a fő cél egy olimpia, de nyilván oda kijutni is nagyon nehéz. De igen, olimpia és a Ferencvárossal akár egy bajnokok ligája csoportkör. Yeah, it feels like I'm on cloud 9.